és nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Jó, oké. Igen, kérünk. Szeretettel köszöntelek benneteket a Dunakatai Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyről majd a későbbiekben kicsit bővebben beszélni fogok, de hát adjuk át a szót a zenének, és bemutatom nektek Faragó Viktória zenetanárt, nyugalmazott igazgatót, és azt kértem, hogy innentől kezdve ő legyen a házigazdánk. Köszönöm szépen. Tisztelt vendégek, akik ebben az egyenlégés időben is eljöttek, eljöttetek hozzánk, igen, mert tisztelettel vesszük ezt a lépést. Tisztelt polgármester úr, igazgató úr, lelkész úr és vendégek. Egy szerény összeállítással készültünk, és ha őszinte vagyok, ez a nagy színpadra készült. Csak annyi nehézség ért minket, mint a himnuszban. A balsors, kéztörés, kulcstörés, kulcscsonttörés, kulcs az még kevesebb lett. És távollét, de többszörös átgondolással sikerült egy olyan műsort hozni, ami ekkora keretben azért talán szórakoztatásul szolgál. Az együttes az iskola része. Egészen pontosan ritmus oktatásból indult ki 2003-ban. Aztán fejlődött és együttessé vált, és a szülők, a gyerekek bekapcsolódnak, ők az idősebb csoport, a gyerekek még nem mindig színpadképesek, csak inkább a pedagógiai cél az, ami náluk meglepben. Nem akarok tovább beszélni. A nyitányunk az egy lassabb, régi zene, és egy gyorsabb, ami abból az időből való, onnan a nevünk, ugye a Belcanto egy operai korszak volt, hát ez erre akarunk utalni a belle, a kézi csengetjük kántóval, az éneklő csengők, reméljük, hogy beváltjuk ezt a reményt. Tehát két tételt hallanak. Régen a pataiak ilyenkor
krumpába jártak, ugye, amiben még szalmát is tettek. Ez egy holland facipőstárc volt, tehát a rokonságot itt találtuk meg. A türelmetlen. Virtuozitásáról volt híres. Meghalva az ördög hegedűsét, Paganinit, ő maga is átvett tőle témákat, ahogy abban az időben ez divatos volt. Én csak addig beszélek, míg ők rakodnak. És egy érdekesség jutott eszembe, csak kettőt. Na, az egyik érdekesség, hogy az orosz cárnál játszott, és hát nyilván nagyobb volt az a terem, mint ahogy látjuk a szentpétervári gyönyörű termeket. És hát ott nyüzsgés volt, aztán kezdett Liszt játszani, amikor csönd lett, és a csöndben elkezdett az orosz cár beszélgetni. És mit tett Liszt? Abba hagyta az zongorázást. Hát mindenkiben meghűlt a vér, és avval a szellemes mondattal vágta ki magát, hogy a zenének is hallgatnia kell, amikor minden oroszok cárja beszél. Erre nem lehetett meghallgatni, de ettől kezdve csend volt. A másik, hogy mondtam, hogy ez nyilván közismert, hogy hol élt, hol született Liszt, és ez olyan párhuzam, hogy ő a magyarságát vállalta, és a magyarságát hangsúlyozta, és sokan ezt nem értik meg, noha, ha nem tudott magyarul, akkor hogy lehet ez? Ez egy nem valóságos dolog, és ez csak a szimpátiát akarja felkelteni. De ha arra gondolunk, hogy az az igazi barátunk, aki a bajban is barát, akkor Lisztre úgy gondolhatunk, mert a nagy árvíz idején, amikor Pestet ugye elrosta az árvíz, akkor egymás után tartotta a jótékonysági hangversenyeket arra a célra, hogy Pest újjáépüljön. És azért, hogy Pest zenei világvárossá nőhette ki magát a Zeneakadémiájával, annak ugyancsak az alapítónak Liszt Ferencnek van köze. No, tehát Liszt, Paganini és saját átiratom, mert azért tudni kell, hogy ilyen kottákat nem lehet vásárolni. Megveszem a kottát, XY hangszere, és akkor átírom, feldolgozom, alkalmassá teszem, megnézem, hogy hányan vagyunk, hány kéz van, hogy lehet cserélni, és akkor lesz belőle kotta. A vadászat
című. Hát néha úgy hallani, hogy ott alul valami eldördül. Különben mi egy lágy zenét komponáltunk belőle. Nőtte ki magát, amikor már olyan díszítetté vált,
A mi verbunkosunk az 1800-as évekből való, és engedjenek meg egy párhuzamot, hogy ez a zene nagyon hasonlít nekem erre. Thank you.
Marosi Anna és Nagy Anikó. És Fargó Viktorián. Mielőtt tovább beszélünk, miként még fogadja sok szeretettel a névnap. Tudom volna, hogy ilyen szép virágot kapok, szedben játszok. És nagyon köszönjük a rendelkezésre. Köszönöm szépen, hogy meghívtak minket. Köszönöm a Belkántónak, Faragó Viktóriának. Azt javaslom, hogy azért nézzétek meg ezeket a kocsereket, nyugodtan kicsit próbálgatni. Megnézni, hogy ez a kocsa nem olyan kotta, mint a kottaolvasó, amilyen kottát a kezébe tart. Tehát, és a másik, hogy ugye úgy kellene talán fölvételt csinálni, hogy castingot, ugye mai az a divatos szó, hogy mint a síva isten, hogy öt pár keze lenne. Mert igazán az a jó cseregény, meg nem csak két keze van, hanem legalább egy jó. Mert, ugye nézzétek, és utána elindulunk egy kicsit az iskolában. Paks kettő majd segítettek. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt lakott. 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 Köszönöm szépen, hogy itt lakott.